Matilda Tamás 1989. július 19-én született Baján, és ott is élt a szüleivel, Mátyással és Katalinnal Kiscsávoly város részben a település keleti felén. A 145 centi magas és 45 kilós fiúnak volt egy idősebb mostoha testvére és édesapja előző kapcsolatából. A rövid, barna hajú és barna szemű fiú a közeli, ám bár már a megszűnt József Attila általános iskolába járt évvesztesként. Ránézésre vékony testalkatú volt, de családja szerint egyébként igencsak erős volt a korához képest. Az iskolában sok barátja volt, mindenki csak Tominak hívta, kedvenc sportja pedig a foci volt, ő maga is sokat játszott. Kedvenc csapata az akkor még NB3-as Bajai LSL volt. Mátyással gyakran látogatták is a meccseiket. Rajtuk kívül külföldi csapatként a Real Madrid volt a választottja, ami mérkőzés csak lehetett, a tévében is mindig nézett az apja társaságában. Tamásra mindenki egy csupa szív segítőkész emberként emlékezik, akinek soha egy rossz szava nem volt mások felé. Különösen imádta az állatokat, otthon volt is két tacskója, de szüleinek gyakran mondta, hogy szeretne kecskét és lovat is az egyszintes családi házba. A ma már 43 éve együtt lévő Mátyás és Katalin erre viccesen mindig azt mondták, hogy a padláson talán lesz nekik hely. A 35 ezres Bács-Kiskun megyei mezővárosban egyébként is nagy hagyománya van az állattartásnak, de eseményeink idején még működött a településtől délkeleti irányban a Bácsbokot felé vezető 5501-es út mellett a parkerdei vadaspark is. Tamás rendszeresen járt ki ide lovagolni kedvenc lovához, Babához. A legtöbbször nem egyedül ment ki, de volt, hogy szülői engedély után kitekert a kék kempingbiciklével az otthonuktól bő 5 kilométerre fekvő állatsimogatóba. Ez volt a terv 2000. május 28-án is, Tamás 11. születésnapja előtt szűk 2 hónappal. Vasárnap volt, kellemes napos tavaszi idő köszöntötte a bajaiakat. Éppen aznap volt gyereknap is, ezért nem csak a városban, de attól délkeletre, a szintén az 5501-es út melletti repülőtéren is programokkal várták a családokat. A vadasparkban azonban épp úgy esett, hogy Babának kis csikója született gyereknap előtt, ami már önmagában egy kedves látványosságnak számít a gyerekek körében. Tomi ennek megfelelően el is határozta, hogy ezen a május végi vasárnapon is ellátogat a vadasparkba. Előző nap is volt már kint, amikor a délelőtti foci bajnokság után délután 3 körül még egyedül gyorsan kitekert a lovakhoz, de 17:30-ra már otthon is volt, a nap pedig szépen lassan eltelt ezután. Másnap aztán az édesanyja Katalin már hajnali 4:30-kor felkelt, hogy elmenjen a munkahelyére, a Bajai Duna kötött árugyárba egy lakodalmas utántakarításra. A korai időpont ellenére Tamás is felébredt, puszítottak egymásnak, és az anya kiment a mosdóba készülődni. Azonban mielőtt elindult volna, megbeszélték, hogy akkor majd később találkoznak, hogy kora délután átmenjenek a szintén Baján élő anyai nagymamához. Tamás nem sokkal később visszaaludt, illetve Mátyás is elment dolgozni egy helyi halboltba. Ő aztán nagyjából délelőtt 9-re már haza is ért, a fia pedig nem sokkal később megkérdezte tőle, hogy ismét kimehette a vadasparkba lovagolni és megnézni a kis csikót. Mátyás persze megengedte neki, de azzal a kikötéssel, hogy délután 1 órára mindenképpen érkezzen haza, mert ugyebár utána 3-asban átmennek a mamához. A fiú megígérte, hogy időben megjön, de amúgy sem volt egy elcsatangolós típus, mindig betartotta, amit ígért. 9:50 nem sokkal aztán Tamás kitolta a kék kempingbiciklét a kertes házuk udvarán. Odakint akkor 21-22 fok volt, ami aztán délután 3:30-ig 29 fokig is felment. Az apa a ház előtt még megvárta, hogy Tamás átérjen a forgalmas Szegedi út túloldalára, majd amikor ez megtörtént, bezárta maga mögött a kaput és bement a házba. Till Mátyás ekkor látta utoljára a fiát. Tamás sokszor volt már a lovaknál, de a legtöbbször mindig valakivel együtt ment az állatokhoz. Ez a 4. alkalom volt, hogy egyedül ment. A parkban természetesen ismerték őt, és sosem volt gond belőle, ha a fiú kiment oda. Aznap csak a vadasparkot üzemeltető vállalkozó párja és az ő nevelt fia volt kint, akivel Tamás nagyon jó barátságban volt. A csendes délalföldi városban egy átlagos vasárnapra készült a család. A munkából hazaérkező szülők még tettek-vettek, de semmi rosszra nem gondoltak, főleg mert Baja alapvetően egy nyugodt település, ahol a bűnügyi statisztikák is általában javuló tendenciát mutatnak. A város kapcsán legtöbbször betörésekről lehetett olvasni a hírekben, ugyanakkor a horvát és szerb határ, illetve 22 évvel ezelőtt még jugoszláv határ közelsége miatt az embercsempészet és a délszláv szervezet bűnözés árnyéka is valamennyire rávetült. 2000. május 28-án azonban, ahogy teltek múltak az órák és Tamás nem érkezett haza időre, a szülők aggódni kezdtek. Délután 2-ig vártak otthon, hát ha csak késik egy kicsit a gyerek, bár ez furcsa lett volna, mert egyébként is volt órája és sohasem késett.
Kettőkor azonban Mátyás és Katalin biciklire ültek, hogy megkeressék a fiúkat. Útjuk azonnal a Vadas parkhoz vezetett. Odafelé tartva semmi különöset nem vettek észre, odaérve pedig a kint lévőktől megkérdezték, hogy tudnak-e valamit a gyerekről, de mint kiderült, Tamás sohasem érkezett meg a lovaglásra, a személyzet nem látta aznap. Ezzel kapcsolatban találtam olyan forrást is, miszerint odaért a fiú, de az zárva volt, ezért azt mondták neki, hogy menjen be inkább a városba gyereknapozni. Itt ki kell jelenteni, hogy ez téves információ. A jó ismeretség révén Tamást akkor is beengedték volna, ha csak az állatok napi gondozása folyik. Az aggodalom ekkor már egyre jobban nőtt, ezért hazamentek, körülbelül 4-re érkeztek meg. Az első dolguk pedig az volt, hogy felhívták a bajai rendőrséget, ahol azonban azt mondták nekik, hogy előbb telefonáljanak körbe a barátokhoz, biztos csak elkúborolt. A szülők felhívtak mindenkit, akit csak lehetett, de senki sem tudta, hogy merre lehet a 10 éves fiú. Végül este 8-kor ismét hívták, ezúttal azonban nem a bajai, hanem a kecskeméti rendőrséget, mert akkor már mindenképp be akarták jelenteni az eltűnést. Ott ugyanakkor azt mondták nekik, hogy inkább helyileg jelentsék be, Baján. Jóformán egymáshoz passzolgatták a szülőket, akik szerint konkrétan magukra lettek hagyva. 2000. május 28-án 20 óra 25 perckor ment le a nap. A felzaklatott szülők ugyanakkor érthető módon nem hagyták annyiban, egészen este 11-ig folytatták a keresést a környéken, ezúttal már kocsival. Mátyás szomszédban lakó nagybátyáikkal és a nagyobbik fiával kiegészülve összesen öten mentek el a parkerdei Vadas parkba. Szőrén szállán átkutattak mindent, amit csak tudtak, de eredménytelenül. A városban is rengeteg helyre elmentek, rendezvényeken keresték Tamást, de sajnos nyoma sem volt. Este 11-kor ezért már személyesen mentek be a bajai kapitányságra, ahol ugyan felvették a vallomásukat, de csak annyit mondtak, hogy Tamás biztosan csak csavarok vagy barátoknál van. De természetesen ez semmilyen szinten sem volt életszerű. Találtam olyan forrást is, miszerint a bajai ügyeletes rendőr azt mondta a szülőknek, hogy egyszerűen nincs elég emberük. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, illetve mindjárt bővebben is beszélek róla, de a jelenleg hatályos törvény szerint bár azonnal meg kell kezdeni a körözési eljárást, a videó elkészítésének idején több mint 2300 eltűnt személyt tartanak nyilván országosan, ebből 19 bajai születésű, tehát alapvetően az egyéb ezernyi rendőri tevékenység mellett is rendkívüli a leterheltség. Részben talán emiatt is, de a hatóságok többnyire a statisztikákból kiindulva dolgoznak ezeknél az ügyeknél. Ezek pedig úgy szólnak például a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan, hogy az eltűnt kiskorúak mintegy 30%-a a bejelentés megtétele után egy napon belül, újabb 30%-a a bejelentés után egy héten belül, míg 35%-a egy hónapon belül kerül elő. Összefoglalva tehát az ilyen esetek 95%-a egy hónapon belül megoldódik. Mátyás és Katalin aggódó szülőként érthető módon azt szerették volna, hogy még kutyáskereső csapatokat is kiküldjenek, de erre nem volt lehetőség. Másnap hétfőn az apa idősebbik fiával már reggeltől kezdve a környéket járta, de sikertelenül. A beszámolók szerint délután bementek a rendőrségre érdeklődni, hogy történt-e náluk előrelépés az ügyben. Annyi igen, hogy hétfő reggel lejelentették az eltűnést Kecskemétre, de az apát közben hétfőn szinte egész délután arról faggatták, hogy ha Tamás vasárnap délelőtt tűnt el, akkor miért nem aznap jelentették. Erre ő közölte, hogy vasárnap többször is telefonáltak és személyesen is voltak bent, amiről papírja is van. Ezt csak azért mondtam el és félreértést is okozott, mert a jelek szerint a vasárnap esti vallomástételt és bejelentést csak hétfő reggel indították el a hivatalos úton. Fontos kiemelni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem létezett olyan törvény, ami előírta volna, hogy 14. életévét be nem töltött személy eltűnése esetén a rendőrségnek azonnal kötelessége lenne mozgósítani a minden elérhető rendőrt, még a szabadnaposokat is, valamint a polgárőrséget, sőt még a katonai helyőrség tagjait is. Ilyet maximum belső utasítás alapján lehetne elrendelni. Minden esetre napjainkban a 2013 évi 88. törvény 3. fejezet 20-as paragrafusa rendelkezik a kérdésben, amely kimondja, hogy idézem: az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni. A körözés elrendelésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. Emiatt pedig azt a tévhitet is fontos eloszlatni, hogy a rendőrök nem várnak 24, 48 vagy akár 72 órát az eljárás megkezdésével, teljesen mindegy, hogy kiskorúról vagy felnőttről van szó. A papírmunkát és a terepmunkát ugyanakkor mégiscsak el lehet választani, ugyanis Tamás felkutatását például csak 3 nappal később, szerdán kezdték meg. De ezzel kapcsolatban is fontos elmondani, hogy a hatóság csak azután kezdett el dolgozni az ügyön, hogy Katalin szerdán már sírva ment be az iskolába és kért segítséget egy rendőranyától, hogy járjon
közbe. Ez több forrásból is megerősítést nyert. A keresésbe tűzoltókat is bevontak, kiadva, hogy a gyermekkorú Tamás az eltűnés napján egy fehér alapon piros mintás pólót, valamint fekete melegítő nadrágot és fehér 40-es méretű tornacipőt viselt. Egyik ismertetőjegye az volt, hogy a bal bokájánál egy tenyérnyi felületen ekcémás volt, amit mindig kivakart, illetve hogy az R betű kiejtésével gondjai akadtak. A rendőrök kutattak, kikérdeztek, de nem jutottak előrébb. A helyi sajtóban is megjelent Tamás képe és a felhívás, azonban hetek teltek el újabb fejlemény nélkül. Katalin egy hónapig nem is vállalt új munkát, lebetegedett és kórházba is került. Az apa pedig szinte megállás nélkül kereste kocsival a fiát, de mintha csak a föld nyelte volna el. Másfél hónappal az eltűnés után Ferenci László, a Bács-Kiskun megyei főkapitányság szóvívője a Petőfi Népe című lapban már azt üzente a kétségbe esett szülőknek, hogy idézem. A szülőknek tudomásul kell venniük, hogy ez a gyerek nem elveszett, hanem elment otthonról. Az okot kellene kutatni, hogy erre miért kerülhetett sor. Valószínűleg elkésett, és most már pláne nem mer hazamenni. A szülők nem várhatják el tőlünk, hogy csatárláncban katonákkal fésüljük át az ország teljes területét. Történt aztán 2000. július 8-án szombaton 11 nappal Tamás születésnapja előtt, hogy Iván Miklós kamionsofőr a Baja és Bács-Bokot közti vasútvonal melletti, magas fűvel bennőtt hétvégi telként töltött pár napot, ahol saját bevallása szerint rendszeresen szedegett össze a földjére dobált holmikat és szemetet. Emiatt akkor sem gondolt semmi különösre, amikor azon a bizonyos napon, 6 héttel a fiú eltűnése után talált egy kék kempingbiciklit, amit aztán neki támasztott a szomszédja közeli diófáján. Ezután nem történt semmi hónapokig, majd amikor szeptember 17-én, szintén egy vasárnapi napon a kamionsofőr anyja és felesége ismét kimentek a telekre megnézni, hogy termette valami az egyébként gondozatlan fákon, a kék bicikli még mindig ugyanott volt, ahol a férfi hagyta, csak ezúttal a fa alatt a bal oldalára dőlve. Mindez kevesebb, mint 100 méterre volt a keleti körút részét képező iportelepi úttól, attól az útvonaltól nem messze, ahol Tamásnak elvileg mennie kellett volna. A két nő egymáshoz fordult, hogy a kerékpár nem lehet vajon az eltűnt kisfiúé. Nem voltak biztosak benne, de azért bejelentették a rendőrségen, akik a szülőknek még aznap szóltak. De itt is történt egy érdekes kis közjáték. A beszámolók szerint Mátyásnak azt mondták, hogy mivel a helyiek nem hoztak kutyákat, ezért szólnak Miskolcra, hogy hozzák a híres Mancsot is nyomok után kutatni. Mátyás másnap reggel bement érdeklődni a fejleményekről a kapitányságra, és ott azt mondták neki, hogy délutánra már ide érkeznek Borsodból. Azonban amikor még kedden se jöttek, az apa felhívta a miskolciakat, mire kiderült, hogy nekik az égvilágon senki se szólt, hogy Bajára kellene menniük. Amikor pedig a helyi rendőrségen ezt szóvá tette, a források szerint azt kapta a fejéhez, hogy milyen jogon telefonált ő Miskolcra, és hogy milyen jogon ellenőrzi ő a bajai rendőrséget. A később a médiában is megjelent beszámolók szerint innentől kezdve vált nem kívánatos személyi az őrsön. A biciklit felszállították előbb Kecskemétre, ahol csak érdekességképpen, de akkoriban az a Gergényi Péter volt a megyei rendőrfőkapitány, aki a 2006-os rendőri túlkapások után került bele elég sokszor a lapokba, hogy finoman fogalmazzak. Minden esetre Kecskeméten nem sokra jutottak a két kerekűvel. Végül a szülők kérvénye után Budapestre szállították további alaposabb vizsgálatokra, azonban ott azt mondták, hogy már annyian nyúltak hozzá és annyira beszennyeződött, hogy használható új lenyomatot szinte lehetetlen lenne találni. Az ennek ellenére elég részletesre sikerült nyomszakértői vizsgálatból kiderült, hogy a pedálokon talaj és növénymaradványokat találtak, a nyergen 3 centis repedés futott, illetve amiről külön nem írtak, de a nyereg nem párhuzamosan állt a vázzal, hanem jobbra elfordult. Ez azért is érdekes, mert komoly erőhatást kell kifejteni ahhoz, hogy az mozgatható legyen. Azt is megállapították, hogy a kormány jobb karja egy külső tompa behatás miatt deformálódott, ami a szakértő szerint történhetett a kerékpár talajra lökése vagy eldobása miatt is. Tehát ebből következik, hogy a bicikli a jobb oldalára dőlt el, amit az is alátámasztott, hogy a gumimarkolatban is föld és növény maradványok voltak. Az anya szerint a rendőrök azt mondták, hogy a föld onnan származott, ahol találták, de állítása szerint ő világosan látta, hogy a megtalálás helyén homokosabb terület volt, még a biciklin idézőjelben rendes föld. Figyelembe véve pedig, hogy Magyarországon jobb oldali közlekedés van, ha az úttesten történt valami Tamással, akkor akár egy mellett elhaladó jármű miatt is felborulhatott, vagy leszorították. Új lenyomatokat tehát nem lett volna sok értelme keresni ennyi idő elteltével, ez vonatkozott a fiújéra is, ezért csak vér után kutattak összesen 10 helyen, többek között a kormányon, a vázon, a pedálokon, de mint hiába.
Mint említettem, a család az eltűnés után nagyon hosszú ideig éjjel-nappal csak Tamást kereste, azonban érdekes módon a biciklit pont ott találták meg, ahová pont nem mentek keresni. Azért nem mentek oda, mert bár nem volt elkerítve a terület, de mégiscsak magánterület volt. Ez még önmagában érthető lenne, ugyanakkor a rendőrség egyes források szerint többször is átkutatta azt a területet, ahol aztán később meglelték. A szülők idővel nagy nehezen vissza tudták szerezni a kerékpárt, de még ez sem ment egyszerűen, miközben már a megtalálás és a vizsgálatok kezdetekor is jelezték, hogy szeretnék majd visszakapni. 2001-ben azonban ez még mindig nem történt meg. Ekkor egy magas rangú rendőrtiszt látogatta meg a családot azzal a céllal, hogy megnézze a kerékpárt, mert neki még nem volt alkalma. De ekkor az apa mondta neki, hogy rendben, de előtte ő azt szeretné tudni, hogy hol van, mert még mindig nem kapta vissza. Erre a tiszt elővette egy papírt, amit kapott a hivatalban, de erről kiderült, hogy nem Till Mátyás aláírása szerepel rajta, amit bizonyítani is tudott otthoni dokumentumokkal. Ezt látva a főrendőr dühösen elhajtott a család házától, majd másnap visszatért és hozta magával a biciklit is, tehát végső soron az ő segítségével került vissza. Lehet, hogy csak mulasztás történt, de lehet, hogy ennél komolyabb. Minden esetre több mint 20 év elteltével már nem sokat számít. A fiút, miután elindult otthonról, mindössze a család egy ismerőse, egy fuvaros látta útközben, senki más. A szülők szerint ez azt jelentheti, hogy nem jutott messzire, de itt azért érdemes megállni egy szóra. A család ismerőse Szőke István éppen lovaskocsival szállított szénát az ipartelepi úton, Tamást pedig abban a kis kanyarban látta, ami után rögtön a Bokodi útra kell fordulni, hogy a Vadasparkba jusson az ember. Tehát Tamás jó irányba haladt, nem császkált el sem erre. Ezen a ponton pedig az is biztos, hogy az út felét biztonságban megtette, és átlagos tempóval is mindössze 8 percre volt a célállomástól. A lovaskocsis ismerős még röviden beszélt is a fiúval, akitől megkérdezte, hogy merre tart. Tamás pedig azt felelte, hogy előbb a Vadasparkba, utána pedig a mamához. Ami viszont rendkívül furcsa, hogy az ismerős leszámítva, senki más nem jelentkezett azóta sem, hogy látta volna a gyereket azon az útvonalon. Ez azért is érdekes, mert mint említettem, aznap gyereknapot tartottak a bajai repülőtéren is. Ennek megfelelően a vasárnap ellenére is forgalmas volt az út, sorra szállították ki a gyerekeket. Emellett az is nagyon fontos, hogy az ipartelepi út, ahogy ma is, úgy akkor is cégek telephelyeinek adott otthont, de a városi külső körút részeként egyébként is forgalmas volt a Bács-Bokot felé haladóknak. Nyilván 22 évvel ezelőtt arányaiban kevesebb autó jutott egységnyi lakosságra, de már megint nagy valószínűséggel ott tartunk, hogy az emberek csak néztek, de nem láttak. Egy egyedül bicikliző gyereket azért illene észrevenni, már csak azt feltételezve is, hogy minden közúton haladó járművezetőnek észlelnie kellene az úttesti akadályokat, vagy épp a vele párhuzamosan haladókat, ez esetben egy gyereket, akit ki kellett kerülni egy előzés során. Az anya szerint a fia könnyen barátkozó típus volt, de azért óvatos is. Az egyetlen dolog, amivel bármire rá lehetett venni, azok az állatok voltak. Katalin szerint, ha valaki ezzel próbálkozott nála, meg lehet, hogy vele ment. A munkahelye 500 000 forintos nyomra vezetői díjat ajánlott fel, de ez porrá lett, amikor 2002. júliusában elindult a gyárat üzemeltető cég felszámolása. Ezen kívül az önkormányzat és a szülők is számlát nyitottak, amire az esetleges támogatások érkezhettek. Előbbire a hivatal 100 000 forintot helyezett el, amit a szülők a különböző média megjelenésekhez szükséges utazásokhoz használtak fel, például ha Pestre hívták őket egy tévéműsorba, hogy elmeséljék Tamás történetét. A saját számlára ugyanakkor csak 15-20 000 forint érkezett és már meg is szűnt. Emellett találtam olyan forrást is, miszerint a rendőrséghez is köthető volt egy számlaszám, de arra nem érkezett még ennyi sem. Az eltűnés óta eltelt időszakban számos tipp érkezett. Volt, hogy 100 kilométerre Bajától is Till Tamást vélték látni, mint aki bekérezkedett tennivalóért, vagy hogy egy fővárosi pályaudvaron ismerték fel, de olyan is, hogy egy időben 3 helyen látták. Ugyanakkor ez idáig minden vélt észleléssel hiába foglalkoztak a szülők, igazán komolyan egyiket se lehetett venni. Az apán és az idősebbik fián másfél évvel az eltűnés után poligráfos vizsgálatot hajtottak végre, az anyán azért nem, mert számos ember tudta igazolni, hogy az eltűnés idején dolgozni volt. Természetesen a legkisebb probléma sem merült fel a vizsgálat során, amivel kapcsolatban Mátyás már a megelőző másfél évben is többször kérte, hogy végezzék el, mert az volt az érzésük, hogy a rendőrök szerint közük lehetett az eltűnéshez. Az eljárásra pedig épp azért volt szükség, hogy a családon belüli erőszakhoz köthető elméletet kizárhassák. A család véleménye szerint a rendőrök csak ezután kezdtek el idézőjelben rendesen foglalkozni az ügyjel, de ennyi idő elteltével már késő volt.
Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon miért került elő Tamás biciklije. Ha valaki tényleg elrabolta, akkor miért nem gondoskodott a kerékpár elrejtéséről? Talán éppen azért került elő a vasúthoz közel, hogy csugalmazzák vele a fiú elszökését. De talán az sem véletlen, hogy pont egy olyan telken találták meg, ahová a tulajdonosok is csak pár havonta jártak ki. Az pedig szintén elég nagy ellentmondás, hogy a bicikli olyan helyen volt, ami a közé a két hely közé esett, ahol még biztosan látták a gyereket. Az apja ugyebár látta átmenni a Szegedi úton, a fuvaros ismerős pedig a Bokodi út előtti kanyarban. A kerékpár mégis onnan másfél kilométerre visszább a vasút mellett volt. Ergo valaki szánszándékkal vitte oda a rendőri keresések után, és egészen biztos, hogy nem Till Tamás volt az. Azt akarták, hogy megtalálják. Talán így akarták elhitetni, hogy mondjuk a 10 éves gyerek felkapaszkodott egy vonatra, csak mert az nem túl életszerű. Amire viszont lehet következtetni, hogy bárki is tette oda, esélyes, hogy Baján vagy a környékén élt, a biciklit pedig a kihelyezéséig ott tartotta valahol. Kubicsek András, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályvezetője azt mondta, hogy minden létező telket, minden bokrot, kutat és kiszugot átkutattak, de semmi nem utalta arra, hogy Tamás arra járt volna. A szakember 8 évvel az eltűnés után adott interjúban azt mondta, hogy feltehetően külföldre vitték a gyereket, azt próbálták felderíteni, hogy milyen irányba. A horvát és szerb, illetve akkor még jugoszláv határ alig több mint 30 kilométerre van. A központtól 8-9 kilométerre pedig az egyesületi fenntartású, éppen útba eső bajai repülőtér fekszik, ugyanakkor ez nem nyilvános repülőtér és egyébként is rendezvény volt ott. Minden esetre a rendőrség felvette a kapcsolatot a két ország hatóságaival, de azok nem találtak semmi használhatót. A rendőrségben az is felmerült, hogy a Bács-Bokot felé vezető úton valaki, talán környékbeli illető elüthette a fiút, azonban nem merte vállalni a felelősséget és ezért eltüntette a nyomokat. Történt már hasonló az országban, elég csak Tompa Eszter tragédiájára gondolni. Kubicsek András ugyanakkor elmondta később, hogy nem volt arra vonatkozó alapos gyanú, hogy a fiú bűncselekmény áldozata lett volna, ennek hiányában pedig kizárólag eltűnésként lehet kezelni az ügyet. A család később találkozott a tragikus sorsú Szatmáriniki édesanyjával, Edittel is, aki aztán még 2000-ben megadta nekik egy pécsi magánnyomozó számát, aki neki is segített. A detektív Tilléktől sem kért munkadíjat, csak a költségei megtérítését. Körülbelül 2-3 évig foglalkozott az üggyel, amikor is a szülők véleménye szerint akár találhatott is valamit. Ugyanis leszerveztek egy megbeszélést, ám nem sokkal ezelőtt a kecskeméti rendőrök találkozót kértek tőle. Ennek végeztével pedig telefonon közölte Tillékkel, hogy a továbbiakban nem tud foglalkozni Tamás ügyével. Ez is egy furcsa pontja az ügynek, amit az érintettek álláspontja nélkül inkább nem is kommentálnék. A család szórólapozásba is fogott, idővel pedig teljes dobozokra és ásványvizes flakonokra is kikerült a fiú képe. Az akkori polgármester, a szocialista Szél Péter segített a családnak a plakátok elhelyeztetésében város szerte. Kisebb boltokra ki is tudták tenni Tamás fotóját a felhívással, de volt például egy helyi benzinkút, ahol pénzt akartak kérni a kihelyezésért, mert hogy szerintük az reklámnak minősült. Egészen pontosan elvitték egy töltőállomásra Tamás plakátját, amin csak az adatai és a szülők elérhetőségei szerepeltek, tehát semmi bankszámlaszám vagy pénzbeli támogatásra buzdító üzenet. Az alkalmazottak engedték a családnak, ki is tették a falra, de amikor az apa egy fél órával később ismét arra járt, már nem látta sehol a plakátot. Azt mondták neki, hogy a főnök szedette le, mert hogy szerinte az reklám. Kicsit később ugyanennél a benzinkútnál futott össze Mátyás és a polgármester, akinek elmesélte a korábbi esetet. Végül a városvezető közbejárására kitették a papírt, mivel hogy az nem pénzszerzésre van, de ennek ellenére másnap reggelre ismét eltűnt. Az ügyben senkivel szemben nem emeltek vádat, lévén senki ellen nem volt elég bizonyíték. A körözési eljárás a mai napig érvényben van Tamás megtalálásáért. Mindazonáltal a helyiek, a rendőrség és a sajtó is rendre kiemelt egy bizonyos szemét, mint akinek szerintük köze lehetett az eltűnéshez. Az illető pedig a szintén bolyai S. János, aki akkoriban egy közeli tanyán élt és később börtönben is ült az élettársa megöléséért. A férfiról azt írták a lapok az ügy kapcsán még 2009-ben, hogy rendkívül erőszakos ember volt, különösen ha ivott, de a szexuális perverzióinak sem volt határa. Sajtóinformációk szerint a férfi nem csak az élettársával folytatott szexuális viszonyt, hanem a nővérével, illetve annak kiskorú fiaival is.
írtak még ennél durvábbakat is, minden esetre az illető Tamás eltűnése után pár évvel megölte az élettársát, állítólag egy ivászat során, viszont szerencsétlen nő holttestével még egy hétig közösült, majd elásadta a ház elé a sírású sógorával, bizonyos S. Jánossal, és végül itt találta meg a rendőrség az áldozatot. Az azóta szabadult férfi azonban nem csak az erőszakos hajlamai miatt került a hatóságok látókörébe, hanem mert a kihallgatása során állítólag a következő beszélgetés zajlott le. Tudom én, miért annyira fontos Tamás megtalálása? Miért? Kérdezett vissza a rendőr, mire S. János azt mondta, hogy Mátyás és Katalin legalább egy szálvirágot vihessenek a sírjára, majd hozzátette, hogy a tanyájához közeli halastóba dobta a testét. Ennek az lett az eredménye, hogy a hatóságok egy egész hétvégén át csak ástak a tónál, több mint 1500 köbméter földet mozgattak meg gépekkel, de eredménytelenül. Van egy olyan verzió is, miszerint azt is mondta állítólag, hogy egy bicikli pumpával verte agyon a 10 évest, a testét pedig egy kiszáradt kurba dobta Baja közelében. Mint korábban említettem, a rendőrök számos kutat átvizsgáltak, de nem találtak semmit. S. János kijelentéseit pszichológusok is megvizsgálták, és szerintük akár reális is lehet a vallomása, de a jelek szerint csak szórakozott a hatóságokkal, ugyanis találtam olyan forrást, miszerint a börtönben állítólag megtért férfi a szabadulása után önmaga jelentkezett hazugságvizsgálatra, ami azt hozta ki, hogy nem volt köze Tamás eltűnéséhez. Persze ezt már akkor is lehetett sejteni, amikor egyik állítása sem bizonyult igaznak. Korábban a rendőrök például megkapták az érintett időszak légi felvételét is a halastóról, ezekből pedig kiderült, hogy ott már 2000 májusában sem volt víz. Később egy szeméttelepet is felforgattak, de hasonló eredménnyel. Földradarokkal is átvizsgálták S. János telkét, de nem találtak semmit, a férfi pedig idővel vissza is vonta a kijelentéseit. Tillék egyébként ismerték a férfi szüleit, akik keményen dolgozó emberek voltak, de magát S. Jánost is, aki nem lakott messze tőlük, gyakran járt el a házuk előtt. Mátyás beszélni is tudott vele, és Kerekperec megkérdezte tőle, hogy ő áll-e Tamás eltűnése mögött, a férfi pedig bevallotta neki, hogy nem. Nyilván a következő már a spekulációk szintje, és nem lehet bizonyítani a hitelességét, de hogy kerek legyen a történet, azért elmondom. Szóval az említett sírású S. János állítólag kijelentette, hogy őt is és S. Jánost is jól elverték, amikor bevitték őket és rájuk parancsoltak, hogy mondják azt, hogy ők állnak Tamás eltűnése mögött. De mondom még egyszer, hogy ez igaz volt-e, azt ma már nem lehet bizonyítani, és egyébként is tűnik inkább valamiféle mentegetőzésnek. Hogy miben bíztak, amikor Tivi Tamásról kezdtek el beszélni, azt nehéz kitalálni. Összességében kijelenthető, hogy bár S. János sokáig képben volt, de ehhez az ügyhöz nem volt köze. Mindazonáltal a Bajai szálnak még mindig nincsen vége, az évek során ugyanis történt néhány egészen bajós fejlemény. Az eltűnés után egy évvel, 2001-ben egy este felhívta valaki a reménykedő szülőket és azt állította, hogy Tamás él, elrabolták méghozzá pénzért és hogy ő tudja, hogy hol tartózkodik, majd letette a telefont. Erről egyébként a rendőrség is tudomást szerzett természetesen és a nyomozati anyagban is szerepel, ugyanakkor többi a hírét se hallották a telefonálónak. Mátyás azt mondta, hogy ő nem vádol senkit sem, tisztában van azzal, hogy az egész pusztán egy beteg szivatás is lehetett. De annak a postaládába bedobott üzenetnek az íróját sem találták meg, aki nyomtatott betűkkel pusztán annyit írt egy Tamás képével ellátott szórólapra, hogy élek. Arról is szó esett, hogy a 10 éves fiú eltűnése előre eltervezett volt, hogy külföldre vigyék egy bizonyos illető megrendelésére, ez utóbbi tehát, hogy külföldre vitték egybecseng a rendőrség álláspontjával is. Mátyás azt nyilatkozta pár évvel ezelőtt, hogy idézem. Megkeresett bennünket évekkel ezelőtt a helyi alvilág egy tagja, és elmondta, hogy szerinte egy helyi bűnöző rabolta el a fiunkat, akit úgy béreltek fel. Az információ szerint a megbízó egy spanyol homoszexuális pedofil volt, ő rendelte meg a kisfiút. Ehhez ráadásul még valami egészen furcsa dolgot is hozzáfűzött az apa. Mint mondta, Tamás iskolája az eltűnése előtt hetekkel kért egy fotót a diákigazolványához, amit persze be is küldtek, de aztán egy nap közölték, hogy egy újra lenne szükség, ugyanis amit beküldtek, az eltűnt Tamás aktájából. A szülők szerint ezzel a fényképpel mutathatták meg a vélt megrendelőnek a gyereket, és akinek ez alapján meg is tetszhetett. Fontos megemlíteni, hogy 2007. január 21-én vasárnap emberi maradványokat találtak egy építkezésen az ipartelepi út mellett, ott, ahol Tamásnak is el kellett haladnia, de erről később kiderült, hogy nem hozzá tartoztak. Itt pedig azt fontos tisztázni, hogy bizonyos elméletekben felmerült egy főút melletti, lovakat és marhákat tartó állattelep érintettsége is, ahová Tamás állítólag szintén bejáratos volt, és ahol állítólag 2007. júliusában emberi maradványokat találtak, de itt valójában a januári ipartelepi úti csontokról van szó.
és még nincs vége. 2019. december 16-án Szántót puszta közelében egy gombászó házas pár nejlon zacskóra helyezett emberi csontokat, egészen pontosan állkapocs nélküli koponyát, fogakat és bordacsontokat talált egy turista ösvényhez közel. A hatóságok először azt hitték, hogy egy 14 év körüli lány maradványait találták meg, de mint kiderült, egy 10 és 18 év közötti fiúról van szó, aki az azt megelőző 20 évben halhatott meg valamikor. Idegenkezűségre utaló nyomokat a megtalált kevés csonton nem találtak. Az azonosítási folyamat akkor elkezdődött, de erről azóta nincs új információ. A Borsonline megkereste Tiltamás szüleit, de a rendőrség őket nem értesítette. Vélhetően azért, mert a szakemberek egyébként végigmentek az elmúlt két évtized eltűnt személyein, de nem találtak egyezést. A koponya csont alapján rekonstruálták az emberi arcot, és arról szilikon mintázatot is készítettek. A rendőrség honlapjára 2020. október 28-án tették közzé a felhívást, és a mai napig fent van, tehát továbbra sem sikerült azonosítani. Felmerült elméletként az is, hogy Tamás esetleg baja két folyójának egyikébe, a Dunába vagy a Sugovicába fulladhatott. Azonban a hatóságok nem találtak senkit az eltűnés napján kint lévő horgászok, fürdőzők és egyéb látogatók között, aki látta volna a fiút. Mindezek után én szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem valószínű, hogy véletlen, hogy éppen gyereknapon veszett nyoma a 10 éves Tamásnak. Ilyenkor ugyanis általánosságban falu vagy város szerte rengeteg program várja a családokat. A település méretétől függően pedig akár 100 és 1000 gyerek is összegyűlhet egy-egy téren vagy parkban. Sokkal nehezebb figyelni egymásra, esetünkben pedig egyáltalán nem kizárható, hogy valakik a Bokodi út menti leágazásokban csak arra vártak, hogy egy gyerek egyedül induljon ki a reptéri gyereknap irányába. Eszünkbe juthat egy korábbi videóm, amiben Tarek Alikót nagy eséllyel elsodorták a bicikliével együtt, majd elrabolták. És ha csak elképzeli az ember a szituációt, ennek az egésznek a levezényléséhez akár egyetlen perc is elég lehet. Kerékpározik valaki az út mellett, mellé hajt egy furgon, hogy elsodorja, a biciklis elesik, ketten kipattannak a kocsiból, szempillantás alatt betuszkolnak mindent és mindenkit az autóba, és ennyi. Az ügy tehát a mai napig nincsen lezárva, a nyomozók napra készen tartják az aktát, de Tamás emellett az Interpol globális eltűnt személyeket bemutató listáján is szerepel. Szülei a mai napig nem adták fel a reményt, hogy egyszer viszont láthatják. Ennek megfelelően ahhoz sem járulnak hozzá, hogy halottá nyilvánítsák. Katalin azt nyilatkozta erről 2021-ben, hogy idézem, csak akkor fogadom el a fiam halálát, ha dokumentumokkal bizonyítják, hogy megtalálták a maradványait. Az anya azt is mondta, hogy rengetegszer gondolkoznak azon, hogy Tamás vajon ma hogy nézhet ki. Ezt azért is emelte ki többek között, mert az évek során többször is a rendőrséghez fordultak, hogy mesterségesen öregített képek alapján keressék, ennek ellenére a mai napig a gyerekkori képe szerepel a rendőrségi oldalán. Szerencsére az évek során mégis kaptak külső segítséget és sikerült rajzolva és szoftveresen is képet készíteni róla, bár a rendőrségi eljárásban ezeket nem lehet felhasználni, mert nem hivatalos alkotások. Katalin szerint a fiát valaki a mai napig fogva tartja valahol, szerinte Tamásban már azt sem tudhatja, hogy mi zajlik körülötte. Mint mondta, ha fiának lehetősége lenne, biztosan jelentkezne. 2000 nyarán még sporttáborba készült, amikor pedig eltűnt, még tartott a tanév. Hivatalosan ugyanis június 16 volt kihirdetve a tanévzáró és a ballagások időpontjának. Ennek ellenére a család később megkapta a bizonyítványát az osztályfőnökétől, le tudták zárni. Katalin belebetegedett fia eltűnésébe, 2016 óta agyvérzése és sztrókja is volt. Az orvosok 1% esélyt adtak a túlélésre, de csodával határos módon sikerült úgy felépülnie, hogy segítséggel és járóbottal tud járni, a tudata tiszta, beszélni is természetesen tud, csak a bal karját nem tudja még használni, emiatt hetente 3-4-szer fizikoterápiára jár. Mátyás főállásban ápolási díjjal gondozza, mert emellett már nem lenne kapacitás munkáját is vállalni. A szülők őriznek egy 33 éves pezsgőt is, amit az apa Tamás születésekor kapott ajándékba egy kuncsaftyától, amikor még teherfuvarozóként dolgozott. Tamás július 19-én lett volna 33 éves, a 22 éve megtalált bicikliét a kerti raktárban őrzik, a szobájában pedig minden évben feldíszítik a karácsonyfát, amire ugyanakkor a tragikus nap óta nem helyezik fel a csúcsdíszt, ugyanis az mindig a fiú feladata volt. A szobája ma is tele van a játékaival, kedvenc plüsseivel, az ajándékaival, húsvét és Mikulás csokikkal, amiket azóta is minden évben megkap,
Ezek mind a polcain és a szekrényében várják. Katalin a betegség előtt járt templomba, és katolikus család lévén sok helyen vannak kihelyezve keresztek és szentek képei, de nem elsősorban a mély vallásosság miatt, hanem mert ártani nem árthat. A szülők mindenét megtartották, a szekrények továbbra is az űrruháival vannak tele. A szobáját is természetesen rendben tartják, minden percben készen állnak arra, hogy fogadhassák. 22 év alatt annyi változott a lakrészben, hogy az eltűnés után 6 hónappal az anya bevetette gyermeke ágyát. Az apa azt mondta évekkel később, hogy amikor majd Tamás hazaérkezik, szeretnék, ha látná, hogy a szülei várták haza.